Kedves testvéreim, mivel kezdődik az ekumenikus hét, mikor különösen imádkozunk keresztény egységéért, most is fogunk azért imádkozni. Az imahét bibliai alapvetése Szent János evangéliumából 15. fejezet első 17 vers. Arról szól is az igazi szőlőtőről, és aki Krisztusban marad, megmarad a szeretetben. Bevezetés a 2021-es év témájába. Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek. A 2021-es keresztény egységért való imahét anyagát a Grandchampi szerzetesi közösség készítette. A választó téma: maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek. János evangéliumába 15. fejezeten alapul, és kifejezi a Grandchampi közösség elhivatottságát az imádságra, megbékélésre, az egyház és az emberiség családjának egységére. Az 1930-as években református nők egy csoportja Francia-Svájcból, akik az úgynevezett morgesi asszonyok csoportjához tartoztak, felfedezték a csend fontosságát az igehallgatáshoz. Felelevenítették a lelki visszavonulás gyakorlatát a hit élet erősítésére, amelyet Krisztus példájá ihletett. Aki magányos helyekre vonult el imádkozni. Hamarosan mások is csatlakoztak hozzájuk, akik részt vettek a rendszeres lelki gyakorlatokon egy Neukateo melletti kis faluban, Grandchampiban. Az igények nyomán állandó imádkozási lehetőséget biztosítottak. Egyre több vendéget és lelki gyakorlatozót fogadtak. Ma 50 nővér tartozik a közösséghez, különböző nemzedékekből, egyházi hagyományokból, országokból és földrészekről. Sok színűségükben eleven példái a közösségnek. Hűségesen kitartanak az imádságos élet. A közösség és a vendég szeretet mellett. A nővérek megosztják szerzetesi életük áldásait azokkal a látogatókkal és önkéntesekkel, akik Grandchampiban az elvonulást, a csendet, a gyógyulást vagy életük értelmét keresik. Már az első nővérek megtapasztalták a keresztény egyház megosztottságának fájdalmát. Küzdelmükben Paul Abbé, a keresztény egységért való imahét úttörője, bátorította őket. Ezért a keresztény egység, az érte való imádkozás már a kezdet kezdetén a közösség szívügye lett. Ez az elkötelezettség a Grandchampi közösség három pillérével, az imádsággal, a közösségi élettel és a vendégszeretettel együtt képezi az anyag alapját. Megmaradás Isten szeretetében, megbékélés önmagunkkal. A szerzetest
szerzetes nővért jelentő francia szó a görögből származik, amely egyedülit, egyetlent jelent. Szívünk, testünk és elménk gyakran messze van attól, hogy egy legyen, mert szétszórt sokfelé húz. A szerzetes vagy szerzetesnő egy akar lenni önmagával, Krisztussal egyesülve. Jézus így szól, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Az egységes élet feltételezi önmaga elfogadását, a megbékélés elfogadását személyes és örökölt történetünkkel. Jézus ezt mondta tanítványainak, maradjatok meg az én szeretetemben. Ő megmarad az Atya szeretetében, és semmi mást nem kíván, mint megosztani velünk ezt a szeretetet. Titeket barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. A tőkébe oltva, aki maga Jézus, az Atya lesz a szőlős gazdánk, aki megmetsz minket, hogy növekedjünk. Ez szemlélteti azt, hogy mi történik az imádságban. Életünk középpontja az Atya, aki összpontosítja életünket. Megmetsz, egészé tesz, és az egész élet emberi lények dicsőséget adnak az Atyának. A Krisztusban való megmaradás, belső magatartás, amelyben az idők folyamán meggyökeresedünk. Ez pedig teret igényel a növekedéshez. A megélhetésért folytatott küzdelem háttérbe szoríthatja, emellett fenyegeti az élet zaja, dolgai, megpróbáltatásai és kihívásai. A forrongó Európában 1938-ban Micheli, aki később anyja a közösség első apátnője lett, írta ezeket a ma is időszerű sorokat. Olyan korban élünk, amely egyszerre zavaros és nagyszerű. Veszélyes kor, amelyben semmi sem őrzi meg a lelket, amikor úgy tűnik, hogy a gyors és teljesen emberi vívmányok mindent elsöpörnek. Azt gondolom, hogy civilizációnk meg fog halni a zajnak és a sebességnek e kollektív őrületében, ahol semmilyen lény nem képes gondolkodni. Nekünk, keresztényeknek, akik ismerjük a lelki élet teljes értékét, óriási felelősségünk van, ezt kell tudatosítanunk. Egyesülnünk kell, és segítünk egymásnak, hogy megteremtsük a nyugalom erőit, a béke menedékeit, létfontosságú központokat, ahol az emberek csendje Isten teremtő igéjét hívja. Ez élet és halál kérdése. Maradjunk meg Krisztusban, hogy gyümölcsöt teremjünk. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Magunktól nem tudunk gyümölcsöt teremni. Nem teremhetünk gyümölcsöt a szőlőtőtől függetlenül. A nedvkeringés, azaz Jézus élete hozza létre bennünk a gyümölcsöt. Jézus szeretetében a szőlőtőn veszőkén megmaradva jár át minket az ő élete.
Amikor Jézusra figyelünk, akkor tehát átjár minket az ő élete. Jézus arra hív, hogy igéje maradjon meg bennünk, és akkor bármit kérünk, megkapjuk a javunkra. Igéje által termünk gyümölcsöt. Személyként, közösségként, egész egyházként Krisztusban kívánunk egyesülni, hogy megtartsuk az egymás szeretetére vonatkozó parancsolatát, ahogyan ő szeretett minket. Könyörögjünk! Közösünk fogunk válaszolni, szívünk öröme Istenben van. Szívünk öröme Istenben van. Szeretett Istene, Krisztusban ezt mondtad nekünk, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Keresel minket, barátságodba hívsz, és azt akarod, hogy benne maradjunk. Taníts minket, hogy minél inkább megfeleljünk a hívásnak, és növekedjünk az egyre teljesebb életben. Szívünk öröme Istenben van. Élet Istene, arra hívsz, hogy dicséretedé legyünk itt a világban, és ajándékodul fogadjuk el egymást. Szerető tekinteted, amely minden emberre néz, nyissa meg szívünket, hogy elfogadjuk egymást. Szívünk öröme Istenben van. Istenünk, aki összegyűjtesz, te egyetlen szőlőtővé oltottál bennünket Szent Fiatban. Szent lelked legyen velünk gyülekezeti alkalmainkon és helyi ökumenikus találkozásainkon. Hát dicsőítsünk téged együtt örömmel. Szívünk öröme Istenben van. Az egyetlen szőlőskert Istene, te arra hívsz, hogy maradjunk meg a szeretetben mindazzal, amit mondunk vagy cselekszünk. Jóságot indítson arra, hogy szeretetedet sugározzuk otthonunkban és munkahelyünkön. Hadd készítsük utat a versengés és a feszültségek legyőzéséhez. Szívünk öröme Istenben van. Fogadjátok az ekumenikus áldást. Legyetek egyek, hogy higgyen a világ. Maradjatok meg az ő szeretetében. Menjetek el a világba, és teremjétek ennek a szeretetnek a gyümölcseit. Amen. A reménység Istene töltsön be mindnyájunkat örömmel és békességgel a hitben, hogy bővelkedjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mondjuk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Yeah.
Krisztusban, kedves testvérek, pünkösd utáni 32. vasárnapot ünnepeljük a mai vasárnapunk alkalmából, amit egyházunk Zakeus vasárnapként is tart számon. A következő evangéliumi szakaszt szeretném felolvasni, amiből remélem tudunk meríteni, és amely remélem, hogy ad egy pár gondolatot számunkra ahhoz, hogy kicsikét másképpen szemléljük a világot, azt, ami azokat a dolgokat, amiket a világban szemlélünk. Az evangéliumi szakasz a következő. Történt egyszer, hogy Jézus Jerikóba ért és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézus szemtől szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadba kell megszállnom. Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zakeus azonban odaállt, az Úr elé is így szólt: Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte neki: ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Krisztusban, kedves testvérek, életünknek az egyik úgymond mozgatórugója az, hogyha másokkal találkozik, a másik emberrel való találkozás, ez a mozgatórugó. Akár meggyűlünk a találkozás alkalmával, akár bezárkózunk. Az ember egymagában nem tud élni, mindig szükségünk van valakire. Önmagunkkal lényegében nem tudunk megelégedni, nem elégedhetünk meg. És ezek a találkozások arra jók, hogy felmérjük a helyzetet. Rádöbbenünk arra, hogy milyenek is vagyunk voltak éppen. József Attila mondja azt, hogy hiába fürösszöd önmagadban arcodat, megmosni csak a másik emberben tudod. Ez egy nagy igazság. Az, hogyha más emberrel találkozok, más embernek az életét szemlélem, a gesztusait, a gondolkodását, elképzeléseit, magatartását, picit fel tudom mérni a helyzetet magammal szemben is. Tudom, hogy az ő személyével kapcsolatosan, hogy én milyen lehetek. Sokszor kicsikét rosszul vélekedünk magunkról, kicsikét többet képzelünk magunkról, de végső soron az ember előbb-utóbb rájön arra, hogy ki is valójában. Különféle találkozásokról tudunk beszélni. Vannak olyan találkozások, amelyek egyfajta profitot adnak az ember számára, vannak olyan találkozások, amelyek úgymond az energiát kiszopőzzák az emberből. Különféle típusú emberek vannak, mindannyian különbözőek vagyunk. Mégis kell, hogy találkozzunk, mert ha nem találkoznánk, akkor sokkal siványabb lenne az élet, akkor sokkal, de sokkal egyszerűbb is lenne az élet, és talán sokkal, de sokkal szomorúbb is lenne az élet. Egymásra vagyunk utalva, és azért vagyunk egymásnak, hogy kölcsönösen kiegészítsük egymást, hogy egymáson keresztül a Jóisten megáldjon bennünket. Én ebben hiszek. Gondolj csak el egy nagy összjöveter, például a születésnap. Azon a születésnapon rengeteg ember találkozik. És nem biztos, hogy az emberek, akikkel találkozunk, ami barátaink is. Egy közös jó barátunk születésnapján találkozunk, és ott elmélkedünk, beszélgetünk, és a végén rájövünk arra, hogy nagyon sok közös nevező van bennünk. És ezekből a találkozásokból nagyon sok profit létrejöhet. Van egy nagyon jó ismerősöm, akit felvettek egy bizonyos helyre dolgozni. És annyira megtetszett a főnökének, hogy mai napra már szinte a legjobb barátja. És ebből a találkozásból nagyon sok profit származik részére. Rengeteg pénze van belőle, rengeteg helyre elmehet, rengeteg más emberre találkozhat, és azon emberek segítségének köszönhetően más embereket tud segíteni. A találkozásnak sokszor nagy ereje van, és szükséges az, hogy találkozunk ahhoz, hogy jobban tudjunk boldogulni ebben az életben. Ma is egy ilyen találkozással szembesülünk, ebben a mai evangéliumi szakaszban.
Zakeus, aki a vámosok feje volt, egy dúsgazdag ember, akinek megvan mindene. Még sincs meg mindene. Én úgy érzem, hogy a belső békéje nincs meg a szívében. Tudja nagyon jól, hogy még valami hiányzik, és talán az, ami hiányzik, az a legfontosabb. Tudja nagyon jól magáról, hogy milyen sok gaztettet vitt véghez, mennyi sok embertől vette el a vagyonkáját, pénzét, és tudja nagyon jól, hogy az, akivel össze fog találkozni, az a valaki, tehát maga Jézus Krisztus, fontos az ő életében. Azért, hogy változni tudjon, hogy valami megváltozzon, és annak tükrében jobb legyen, jobbá forduljon az élete. És amikor rátekint Jézusra, illetve Jézus azt mondja neki, hogy olvastam a evangéliumi szakaszban, Zakeus, gyere el hamar, ma te házadban kell megszállnom. Erre gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Boldog volt Zakeus, mert érezte, tudta, hogy kivel találkozik. És ennek függvényében, lássuk a csodát, mi történik, azt mondja Jézusnak, íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négy annyit adok helyette. Kedves testvérek, aki összetalálkozik Krisztussal, az megváltozik. Aki rátalál Krisztusra, aki Krisztus megszólít, az nem csak magára gondol már. Az hirtelen meg szeretne változni, és érzi, hogy az evilági javak, azok visszatartják őt. Ezért mond le sok mindenéről Zakeus, ezért akarja visszaadni mindazt, amit elvett, négyszeresen, ha jól emlékszem vissza, ezért akar segíteni embertársán Zakeus. Fontos az, hogy Isten az életünkben legyen. Mert ha nincs Istenünk, ha nem találkozunk vele, ha nem gondolunk rá, ha nem érezzük azt, hogy felettünk van és szükségünk van rá, akkor egy utolsó, önmagával büszkélkedő emberek leszünk. Krisztusban, kedves testvérek, én úgy érzem, hogy a mai evangéliumi szakaszon keresztül hozzánk is eljön Krisztus. Ránk néz. És azt mondja, a gyertek le a magaslóról, gyertek le a fáról, gyertek közelebb hozzám. De ne azért gyertek le, mert esetleg tönkre szeretném tenni a birodalmatokat, vagy esetleg azt szeretném, hogy sokkal szegényebbek legyetek, azt szeretném, hogy szerencsétlenek legyetek, hanem azt szeretném, hogy ebben a nyüzsgő, zűrzavaros világban békesség legyen a szívetekben. Látjuk magunk körül azon embereket, akik sokkal, de sokkal gazdagabbak, mégsem békesség a szívükben, látunk olyanokat is, akik sokkal, de sokkal szegényebbek, de viszont van békesség a szívükben. Mert tele vannak jó barátokkal, jó ismerősökkel, közösségben élnek, nem egykeként, hanem testvérként. Kedves testvérek, ma Jézus hozzánk is eljön. Azt szeretné, hogyha leszállnánk a magas lóról. Azt szeretné, ha jobban szeretnénk, jobban elfogadnánk egymást. Mert ha ez így lesz, akkor ebben a kaotikus, sokszor nehéz világban is könnyebben, lazábban, de boldogabban fogunk tudni élni. Jézus ma lehív bennünket a fügefáról. Válaszoljunk az ő meghívására. Hogy aztán el tudjunk érkezni ahhoz a ponthoz, amihez elérkezett Zakeus is. Egyszerűen annyira, de annyira nagy energia volt benne, annyira nagy öröm volt benne, hogy képes volt attól megválni, ami addig talán legfontosabb volt számára, a pénz, a
a befolyás, és így tovább. Válaszoljunk Krisztus hívó szavára, hogy boldogabban éljünk, nagyobb belső békességgel. Amen. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki alkotta a mennyet és a földet. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mindenható édesatyánk, hálaszóra nyílik ajkunk ezen a vasárnapon is feléd, hiszen éreztük gondviselő jóságodat a mögöttünk levő héten is. Adtál erőt, egészséget, adtál boldog pillanatokat, adtál reménységet a szívünkbe, és akkor is mellettünk álltál, amikor nyomorúságunkban téged kerestünk. Tudjuk, Urunk, hogy nem a mi érdemünk ez, hanem szeretetednek a bizonysága. Hiszen gyarlóak vagyunk, és te mégis jóságoddal jössz felénk. Mert nem emberi kicsinségünket nézed, hanem Krisztusért kapjuk áldott jóságodnak a gyümölcseit, aki életét adta értünk, és aki feltámadt a halálból, hogy örök reménységünk legyen te benned. Kérünk ma is ezt a hitet erősítsd meg a lelkünkben, ez a hit adjon erőt nekünk az élethez, teljen az magasságban vagy mélységben. Bárhogyan is vagyunk, hisszük, hogy mellettünk vagy. Kérünk ebben a hitben, legyen ma is útravalunk a te igéd áldott üzenete, fiadért, a Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéje, amelynek alapján e mai délelőttön szólani kívánok, írva található a Márk írása szerint való Szent Evangélium 4. részének a 35-től a 41-ig terjedő verseiben eképpen. Azután mondta nekik azon a napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsájtván azért a sokaságot, elvivék őt úgy, amint a hajóban vala,
de más hajók is valának ő vele. Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba annyira, hogy már-már megtelég. Ő pedig a hajó hátulsó részében a felaljon alszik vala. És fölkelték őt, és mondának neki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk. És fölkelvén megdorgálá a szelet, és mondta a tengernek, Hallgas, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nekik, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. Amen. Kedves testvéreim, ez a most olvasott ige arra szolgáltat példát, hogy minden dolgainkban, kicsikben és nagyokban kérjük bizalommal Istenünk segítségét. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, menjünk át a túlsó partra. Az alkony homályában nem látszik a túlsó part. A tanítványok mégis nyugodtan indulnak el. Ismerik a Genezáret tavát, szelíd, csendes, békés tó ez nappal. Ragyog rajta a napsütés, olyan könnyű rajta átevezni. Edzett halászok keze fogja az evezőket, de egyszerre váratlanul megváltozik minden. Hirtelen feltámad a szél, kitör a vihar, a hullámok becsapnak a hajóba úgy, hogy az már kezd megtelni vízzel. Testvéreim, ez a történet eddig lehetne a mi történetünk is. Hiszen életünk hajója nyugodtan halad egyik parttól a másik felé, ismerjük már az élet írott és iratlan törvényeit, a mindennapok szokásait, tudjuk, hogy sok helyzetben mi a helyes tennivaló. De jönnek olyan gondok, problémák, amik vihar felhőként tornyosulnak életünk hajója fölött. És akkor csak úgy, mint a tanítványok esetében, minden erőnket igénybe veszi a jelen küzdelme, hogy életünk hajója el ne süllyedjen. Ebben a küzdelemben aztán rájövünk arra is, hogy pusztán emberi erővel nem lehet ezt legyőzni. Nézzünk csak vissza a tanítványokra. Csendes időben, napvilágnál a Genezáret tavát áthajózni olyan edzett halászoknak, mint Péter, Jakab, János, könnyű feladat. De a sötétségben rájuk zúduló viharban meg kell tapasztalniuk a tehetetlenségüket. Hiába merítgetik a hajóból a vizet, mindig új hullámok csapnak be. Testvéreim, az előbb azt mondtam, hogy ez a történet a mi történetünk. És valóban, visszagondolva a saját dolgainkra, elmondhatjuk, hogy mennyi emberi bölcsességgel, mennyi élettapasztalat tanulságával akartuk megoldani sok problémánkat. Mennyi emberi erőfeszítésünk van abban, hogy mindent a lehető legjobban intézzünk, és mégis hány és hány megoldatlan, lezáratlan ügyünk van. Nézzünk vissza ismét a tanítványokra. A tengeren hányódók sorsát még valami súlyosbította. A tanácstalan és kimerült tanítványok látták, hogy Jézus alszik. Biztos felvetődött bennük a gondolat, hogy ha Jézus ébren volna, akkor segítene rajtuk. Hiszen látták már nagyszerű dolgait, látták, hogy bénát gyógyított meg,
hogy vaknak adta vissza a szeme világát. És most a süllyedő hajóban pont a saját tanítványainak nem segít. Érzik szegények, hogy nagy a baj, érzik, hogy a maguk ereje édeskevés, Jézus pedig alszik. Testvéreim, a történetnek ez a része ismét a mi történetünk. Nekünk is sokszor alvó Jézusunk van. Engedtük életünk hajójában elaludni Jézust. Talán a közönösségünkkel hagytuk elaludni, hagytuk, hogy ne legyen élő, ne legyen mindennapos, imádságos kapcsolatunk Istennek szent fiával. Mikor nagy a baj és kicsiny az erőnk, szeretnénk azonnal összeköttetésben lenni vele, szeretnénk isteni erejét azonnal segítségül hívni, de ő mintha nem törődne velünk. A tanítványok a nyugodt elindulásnál nem kérdezgették, nem kérték, hogy tanítsa őket, hanem hagyták aludni Jézust. Olykor-olykor nem így vagyunk ezzel mi is, testvéreim. Ott van Jézus életünk hajójában, de nem ő irányít, nem ő parancsol, hanem mi magunk küszködünk a feladatainkkal. Mert úgy gondoljuk, hogy életünk gondjait, feladatait magunk is meg tudjuk oldani. Nem hasonlít ehhez a képhez a mi sorsunk is. Nem szakadtunk el Jézustól, csak éppen engedtük elaludni. Derült napokban, amikor rendben ment minden, talán még jól is esett, hogy Jézus alszik. Az alvó Jézus olyan kényelmes addig, amíg nincs baj. Sokan kívánják is, hogy Jézus legyen ott az életükben, de ne nagyon szóljon bele, csak aludjon csendesen. Testvéreim, ez az ige figyelmeztessen szelíden, ne hagyd elaludni Jézust. A tanítványok végül is odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták neki, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Nem éppen a legudvariasabb ébresztés, de Jézus mégis felkelt, és egyetlen szavára elállt a vihar, és csendesség lett. Vajon a történet itt is a mi történetünk lesz? Bizonytalan, megoldásra váró helyzeteinkben, vajon oda megyünk-e Jézushoz, és felébresztjük-e őt? Mennyi okunk van nekünk is arra, hogy bízzunk benne. A tanítványok is látták a csodákat, amiket mesterük tett. Boldogan nézték a gyógyult betegeket, akiket Jézus egyetlen szava visszaadott az életnek. És mi sem mondhatjuk, hogy nekünk ne lennének ilyen tapasztalataink. Ha visszatekintünk a múltra, látni fogjuk, hogy a mögöttünk levő történelem tele van Jézus Krisztus isteni hatalmának a bizonyságaival. Magyar nemzetünk történelme során átélt olyan viharokat, amikor a hullámok igencsak bevágtak a nemzet hajójába. Református egyházunk több mint 500 éves történelme is bővelkedik ilyen tapasztalásokban, ellenreformáció, gályarabság, vagy az elnémítás évtizedei beszélnek arról, amit egy szép ének így fejez ki, nem merülhet el a hajó, ha benn az ég, föld, tenger mestere pihen. De van a mi személyes életünkben is sok ilyen tapasztalat. Mi is jártunk már nem egyszer éjben és viharban.
Voltak nehéz helyzetek életünkben, amikor tisztán láttuk, hogy a magunk ereje édes kevés. Hányszor megtapasztaltuk már, hogy kinyúlt felénk az égi kéz, és talán az utolsó pillanatban megmentett és megtartott. Hányszor őrzött már meg az ő gondviselése? Csak az a kérdés, lesz-e erőd, lesz-e igényed kiáltani hozzá, és tudod-e kérni, hogy segítsen és könyörüljön rajtad? Kedves testvéreim, zárjuk jól szívünkbe az ige tanítását, vigyük oda Jézushoz minden dolgainkat, feladatainkat, kéréseinket, reménységünket. Neki ma is van hatalma parancsolni a szeleknek és a viharnak. Hát bízzunk benne, keltsük fel őt életünk hajójában, hogy ő segítsen, ő támogasson, ő vezessen, és akkor nyugodt szívvel kelhetünk át a túlsó partra, megérkezhetünk boldog bizonyossággal az ő mennyei országába. Testvéreim, hát adja, segítsen és áldjon meg bennünket a mindenható Isten, hogy ez így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, mindenható édesatyánk, köszönjük szent ígéd tanítását, hogy életünk hajójában ott van a mi Urunk Jézus Krisztus. Így vele bátran vágunk neki az előttünk álló napoknak, heteknek, hónapoknak, hiszen ismerjük és megtapasztaltuk már eddigi életünkben az ige igazságát, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Urunk, a jövő a te titkod, nem ismerhetjük, a te szent kezedben van. Nem tudjuk, mit hoz ránk a holnap, de hisszük és valljuk, hogy bármit hoz is, ha te mellettünk leszel, ott leszel életünk hajójában, ott leszel küzdelmeinkben, akkor célba érhetünk. Kérünk, őrizd bennünket, őrizd szeretteinket közelben és távolban, légy a betegekkel, akik kórházakban vagy otthoni betegágyon szenvednek, adj számukra megerősödést és gyógyulást. Kérünk, hogy őrizd egyházainkat, őrizd népünket, nemzetünket. Kísérj bennünket az előttünk álló héten is, annak a munkáiban, a feladataiban, a szolgálataiban és a pihenésében, és kérünk, hogy mindenkor, minden időben te légy és te maradj, mindannyiunk őriző, oltalmazó, gondviselő és megtartó pásztora. Fiadért, a Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentléleknek minden jóra vezérlő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.